Sziasztok, Makan vagyok, ez egy újabb Mac&Magic epizód, amiben hát sok mindent szeretnék csinálni, és ha nem sok mindent, sok mindent szeretnék bemutatni, hogy mit csináltam videón kívül. Ugye befejeztem az előző epizódban a fúziós reaktort, és most egy kicsit ilyen úgymond alkotói válságba kerültem, hogy hogyan is folytassam tovább, mit is csináljak a játékban, de hát valószínű megvan, hogy mi lesz a folytatás, ez pedig nem más, mint a Blackmagic. Még kicsit tanulmányoznom kell magát a modot, mert annyira, hát annyira nem foglalkoztam vele eddig, hogy semennyire. Úgyhogy nekem ez egy teljesen ismeretlen mod. Azt tudom, hogy van, és körülbelül ennyi meg, hogy vágdosni kell benne magam egy jó ideig, hogy valahova el tudjak jutni. Úgyhogy ennyit tudok róla, úgyhogy ennek még majd utána fogok járni, úgyhogy abból még per pillanat nem lesz epizód a Bloodmagicből, de úgy is látni fogjátok, hogyha lesz. Viszont most, az elmúlt pár napban ilyen, hát csináljunk valami dolgok voltak, hogy ilyen időtöltés, kis apróságokat csináltam itt a szerveren. Ezeket meg is mutatom, hogy mik. Ugye egyrészt fullosan föl van encsantolva az összes cuccom. Mindegy, hát mármint a fullos az az, hogy van rajta Protection 4, meg Soulbound 1, ezen ugye más is van, meg ezen is. De a Protection 4 az azért kell, mert voltam a Draconic Dragonnál, ugye, ami az endbe található, és 10.000-10.000, vagy -10.000-10.000-nél található ez a sárkány. Na hát én elmentem oda, megnézem, hogy milyen csinálok oda egy warbookos ugye waypointot, és akkor majd milyen jó lesz, csak oda kell teleportálni, aztán megöljük. Igen ám, de ez a Draconic chesten is úgy átütött, mint a szar, vagy háromszor meghaltam, mire csak a cuccaimért visszamentem. Úgyhogy nem tudtam waypointet csinálni, cserébe elveszett jó pár cuccom, a Hammer-től kezdve egy teljes set Wyvern Armor, meg Excavator, meg nem is tudom még mi veszett oda, de azért a cuccaimnak a jó nagy része, például a Warbook, meg a Draconic eszközök, azok megmaradtak, ezzel már egy új Draconic chest, úgyhogy majd Wither-t is kell ölnöm, de azt is majd videón kívül, mert ugye azt már mutattam, hogy hogy csinálom. Wither-t is kell ölnöm, mert hát ugye elfogytak a Nether Star-ok itt a sok fölösleges kraftolásból, ugye, mert hogy elvesztettem a cuccaimat. Úgyhogy ez történt, és akkor mondom, enchantoljunk. Igen, nem csak, hogy kevés az XP. Hát ugye van ez az XP bug, amit nem tudtunk még bemutatni se Sanya, se én a videóban, mert hogy akkor mindig sosem működik, de most már videón kívül sem működik, úgyhogy nem tudjuk bugoltatni az XP-t. Mondom, valami más kell, és akkor tegnap Proskáját gondolkodtunk, hogy mit kéne. Hát ugye Harvester, meg az Essence Berry pokor, és akkor azt úgy növeszteni, csak hát ugye az elég lassú magától. Úgyhogy Proskáj mondta, hogy csináljak egy Reinforced Wateringent, és akkor azzal öntözzük. Ezt beautomatizáltam, úgyhogy most már elég sok XP-nk van, már tudok enchantolni, mint az állat. Ezt most meg is mutatom nektek. Itt van a rendszer, itt van egy 5x5-ös ilyen XP bokor, farm, ez szedi szépen a Harvester, és itt fönt pedig az Autonomous Activator a Reinforced Watering Cannel folyamatosan jobb klikkel rá, és nézzétek meg, mondjuk most pont nem, de leadott egy pici lag volt, de folyamatosan nőnek ki elég gyorsan a bogyók. Csináltam egy fullosan föl upgraded Better Barrelt, mert nem tudtam, hogy mekkora kell. Úgyhogy, de most 325, ez tegnap, körülbelül olyan 13 órája indítottuk be az egészet, és 14, és ennyi termelődött, meg ugye ez is tele van az Ender Chest. Az Ender Chest az azért kell, mert én közben Liquid XP-t gyártok belőle. Ugye itt van a Crucible Furnace, folyamatosan égeti el az XP bogyót, itt van, hogy 1000 fokon elég, és azt hiszem 100 millibakit keletkezik egyből, és akkor ebbe a Bedrockium hordóba pedig jön szépen a Liquid XP. Ebben jóval több volt már, csak most egy csomót enchantoltam az előbb, és ez így el is tűnt belőle. Itt van egy másik Bedrockium hordó, amiben ugye nekem láva van, ami ezt fűti, de hát ez szerintem a játék végig elég is lesz ez a mennyiség, mert körülbelül olyan 80 vödörnyi fagyott a lávából egy fél nap alatt, úgyhogy, és van benne 18.760 vödör, úgyhogy az elég egy jó ideig. Ugye ez a furnace most kicsit fölött upgrade-elő, hogy gyorsabban égesse, és akkor így szépen nekem termelődik ez a Liquid XP, de ezt most meg is mutatom, hogy hogy csináltam az enchantolást. Fölvettem föl? Jó. Maga az enchantolás az úgy működött,
hogy a XP showerről elég lassan lehet magadra szedni az XP-t. Viszont, hogyha van egy open blocksos tankod, és te jobb klikkelsz rá, akkor így bár nem látszik, hogy jobb klikkelek, de így folyamatosan nő az XP-m a szinten fölfelé, és akkor ebből így ki lehet így szépen a szintet venni, egy jobb klik, egy szint, és akkor így 60-ra így föl lehet magad így nyomni, elég gyorsan. Ezt közben visszarakom, csak tényleg egy megmutatásra csinálom. És akkor most jön a kis csalás az egészben. Ugye van nekem, ugye csináltam egy tükröt, ez a fajta tükör, ez a Magic Mirror, ez csak 33-as szintig tud enchantolni, viszont időközben megcsináltam a Celestiát, a legdurvább tükröt, ugye amit mondtam, hogy meg fogok csinálni. Hát elég nehéz volt, úgyhogy jó, hogy nem videóba csináltam, mert körülbelül 3 órát szenvedtem vele, mire meg lett hozzá az a mennyiségű hal, ami kellett hozzá. Úgyhogy, de sikerült, ugye itt látszik, hogy itt lehet állítani 33-tól fölfelé az enchant szintet, hogy hányas szinten enchant olyan, nekünk természetesen 60-as kell a max. És szerencsénkre, mivel vagy Gold, vagy Wyvern's World-re lehet rárakni a Reaper-t, ezért azt a kardot lehet enchantolni ilyenbe. Semmit nem lehet ezek közül enchantolni, mindegyikre csak könyvet lehet rakni, viszont a kardot lehet enchantolni, úgyhogy most le is veszem róla az enchantokat. Ígyni. Leveszem róla, és akkor egy jobb klik a tükörrel, beleteszem a kardot, mondjuk pörgessük meg egy kicsit, nem tudom milyen enchantok, és és nagyon durva enchantokat tud nyomni, de tényleg iszonyat, majd megmutatom, hogy nekem milyenek vannak a kardon most, de itt is láthatjátok, hogy azért nem mindennapi enchantokat tud nyomni, ugye sharpness 6 a játékban, vanillában, vagyis eddig az 5 volt a max, de ezzel a 60-as szintű enchantolással lehet 6-osat, és működik, szóval nem ilyen bug, hanem működik az enchant, látjátok, hogy 44-es attack damage-et kapott a kard, amúgy meg, hogyha sharpness-t 5-öt raktok rá, akkor 40-es az attack damage. Aztán Junction 5, abból is azt hiszem a 3-as a legnagyobb, Knockback 3, abból 2 a legnagyobb, Flimflamból nem tudom mekkora a legnagyobb, Reaper 6, abból is Reaper 5, amit ugye meg lehet csinálni sima enchanttal, úgyhogy elég durva enchantokat kaptunk ismét. És ami a pláne az egészben, ugye, hogy felencsantolod a kardot, viszont ugye ez könyvformájában kapja az enchantokat. Úgyhogy ezt is szépen, neked nem is kell. Direkt hagytam abba a beszédet, szóval neked szépen így nem is kell könyved, disenchanter, stb. Egyszerűen megfogod és leszeded róla a könyveket. De hát ez sajnos csak ezzel működik, semmi mással. Úgyhogy csak kardra, vagy igen, csak kardra tehető enchantokat tudok így bugoltatni. Na de ami nekem vannak enchantok, amiket fölrakok a kardra, az most már igen OP cucc. Sharpness 7, Wrath 6, erről mindjárt beszélek. Soulbound 1, ugye ez az, hogy nem, ha meghalok, akkor nem dobja ki az inventorimból a cuccot, ez kb. A legfontosabb cuccokon rajta van, minden eszközön, rajta van a webbrookon is, mert arra is lehetett rakni, egy stable bagen is rajta van, úgyhogy tényleg minden rajta van. Reaper 7, és Looting 5, ugye Lootingból a 3 a legnagyobb, a Reaperből pedig az 5, amit alapjáraton el lehet érni, de ez kettővel nagyobb, Looting 5, és Reaper 7, ugye ott van, hogy per level. Úgyhogy nagyon komoly. Reaper 7, úgyhogy egy iszonyat jó kardot lehet csinálni. Igen, és a Wrath enchant az a Forbidden Magic Sharpness enchantja, úgymond. Ugyanúgy plusz attack damage-et ad a kardhoz, mint a Sharpness, és ez a kettő egymással működik. Szóval ezek kompatibilisek egymással. Nem úgy, mint a Sharpness vagy a Smite, mert a Sharpness és a Smite, ha egy kardon van rajta, akkor valamelyik nem működik róla. Vagy a Sharpness, vagy a Smite. Viszont ez a kettő, ez működik egymással. Még az a baj, hogy csak 5-öt lehet rárakni erre a kardra enchantot, de hát ennyi is elég. És akkor, hogy mik ezek ugye itt nálam most. Szeretnék Awakened, nem tudom, hogy mondják, Draconium ingotot csinálni. Mondjuk az van, szóval Awakened Draconium blokkot szeretnék csinálni. Ugye amihez kell a szív, a TNT, szóval ezek kellenek hozzá. Úgyhogy ezeket odébb is pakolom. Csinálok egy Obsidian platformot, hogy ne robbantsuk föl TNT-vel.
Nem is obszidiánt írok be, hanem angel block, az kell most nekem. Mondjuk hol csináljam, mondjuk itt ezen a szabad placon. Ide fölrakjuk, és akkor ide szépen most magamnak építek egy kis placot. Amit, hoppá, ezt gyorsan leverjük. Ha leszállok, akkor még gyorsabb lesz. És akkor ezt majd persze el fogom innen bontani. Ugye ott már kiszélesítettük kettőre. Itt is megvan. Meg ezen az oldalán is csináljuk meg így kettesre, így ez bőven elég. Ezt innen leverjük. Ez igen, ez automatikusan hozzám kerül. Ide is bedobjuk. Na és akkor... Ugye hogy kell aktiválni? Ez egy rituálé. Ja, itt van. Igen, mert a Ender Pouch-on is van enchant, és nagyon-nagyon fénylik. Ugye hogy kell aktiválni? Vagy hogy kell csinálni ilyen övéken draconium blokkot? Hát úgy kell csinálni, hogy a draconium szívet, vagy a dragon szívet, a sárkány szívet, amit kaptunk az Ender Dragon leöléséért, ezt föl kell robbantani TNT-vel, utána lesz körülött egy particle effect, stb. Be kell dobni 16 ilyen draconic core-t ebbe a particle effect-es szívbe, és akkor utána ez így felszáll, és akkor alá be lehet rakni egy charged draconium blokkot. Ez sima draconium blokk, ugye így összekraftolva, ugye egy 9 darab így megvan, és akkor kapsz egy draconium blokkot, és ezt föl kellett tölteni valami áramtárolóba, energiatárolóba, 100 millió RF egy feltöltés, ugye elég sokáig tartott, amikor ezt még megcsináltam, most már nem tartana sem eddig se. Hát előre csináltam ezeket a dolgokat meg, úgyhogy hát kezdjünk is neki. Ugye itt van a TNT, szépen lepakolok mindent, kell nekünk egy TNT, ezt lerakjuk, rárakunk egy, nem lehet, kombot, nem tudunk rárakni, jó, akkor hozok egy levert. Kapcsolunk. Ajaj, elég sok. Jó, és akkor utána rádobjuk a Draconic Heart-ot majd, és elméletileg ez így nekünk be fog majd kapcsolni. Na, akkor mellé rakom. Ugye ide ledobjuk a Draconic Heart-ot, és ez így. Ó, így van, nagyon király, ezt vele kell szórni úgy, ahogy van. Ezt így fel fogja szívni magába elméletileg. Így van, felszívta, és most nagyon gyorsan alá kell pakolni a 4 draconium, vagy a charged draconium blokkot. És akkor ez így szépen forog, majd utána, egy idő után ez robbanni fog. És kész lesznek az awakened blokkok, így van, meg is van. Awakened draconium block. Uhú, király. És ezt most így szépen felszedjük. Meg majd ezt is leszedem itt a videón kívül. Ezt már craftolom is át a Awakened draconium ingottá. Ugyanis megcsinálom most ebből a sword-öt. Hogy kell megcsinálni a... Ja igen, leszedem először az enchantokat a kardról, ez nagyon fontos. Nehogy véletlenül nekem ezek az OP enchantok elvesszenek, mert Seething Fortus is kapok, nincs belőlük másolat. Na szóval, hogy kell megcsinálni ezt a Draconic Sword-ot? Kell nekünk egy ilyen core. Lehet, hogy nincs elég Nether Star-om hozzá. Hát majd akkor viszont csinálunk. Még csinálunk ilyen... Nem tudom, mennyit 16-ot mondjuk. Azt mondja, hogy még egyszer nézzük meg. Kell egy ilyen övékeny core. Jó, akkor... 1, 2, 3, francba, nincs elég Nether Star. Akkor viszont kipróbáljuk az új kardot. Még jó, hogy itt van ez a kulcs. És hát, hogy mennyire durva ez a kard, most legalább ki tudom majd próbálni. Fölrakom vissza rá az enchantokat. Akkor mégis fogtok látni egy kis viderölést, mert muszáj. És akkor kell nekem Soul Sand. Meg kell nekem Wither szkelet, remélem van. Wither, hogy ne lenne, nagyon jó. És akkor átmegyünk a világunkba. Ugye, ahol szoktam ölni a Wither-t.
Na, igen, ott van Proszkálynak a szobája, ugyanilyen kis világa. Egy múlt, tegnap, és hát ez előbb itt láttuk egymást, hogy mind a kettőnk itt volt ebbe a szobába. Na, és akkor tényleg kipróbáljuk, hogy mennyire durva ez a kard most. Szerintem eléggé amúgy. Ja igen, és visszaküldöm gyorsan a kulcsot haza, hogyha valami történne velem. Akkor ugye ne essen semmi bántó. Hoppá! Na! Ez gyorsabban fog menni, hogyha lesz már ugye Draconic Sword-öm, mert azt hiszem úgy hívják. Még egy párat nem tudti le kell csapni. Lehet, hogy egyszerre kettőt fog csinálni. Úgyse sebeznek. Ja. Egyszerre kettőt. Így lesz a király. Ujjjjj. Na? Meghalt mindkettő király. Meg se sebeznek. Igazából jó, hogy Protection 4 van a ruhámon. Ez így azért elég jó. Hát akkor még egy utolsó ilyen dupla ölést csináljunk. Jó, és akkor annyi elég is lesz szerintem. Jó, hát van bőven a ruhámban energia. Az alsót is üssük meg egy kicsit, mert hogy mindkettőt kéne egyszerre kéne megölni nagyjából. Jó. Na hát most már van 6 Nether Star-om, ami elméletileg elég. Azt hittem nincs nálam wrap-puk, mondom, hogy megyek haza, hát akkor sehogy. De itt van. Jó. Visszaszúrunk mindent. És akkor ugye újra levesszük a kardról az enchantot, nehogy elfelejtsem. Mert lehet, hogy így nem lehet vele craftolni. Na szóval, ugye megvan, most még egy ilyet kell csinálnunk. Jó. Azt ugye ez így most meg is lesz. Meg kell egy ilyen. Amihez megint kell egy Wyvern Core, amihez megint kell ilyen. Ó, mennyit csináljak már ebből? Megint csinálok 16-at akkor. 16. Wyvern Core. Remélem ez a másik rész van, nagyon drága. Wyvern Block. Jaj, de jó. 3, 4. Jó. Megvan. És már tényleg elméletileg minden megvan hozzá. Hát csak a kard kell bele. És ez az. Megvan a kard is. Király. Nagyon jó. Draconic Sword. Ah, kegyetlen jó. Ez most nekünk szépen ide elég gyorsan töltődik fölfelé. Mert van pár, sőt nem pár, hanem rengeteg wireless charger van a föld, vagyis hát 4 darab van, azt hiszem, vagy 5 wireless charger van a földbe, és ezek a wireless powered light-ok azzal működnek. Ugye nem akartam torcsot használni, de majd még ezeket ki fogom itt javítani. Itt van egy daylight szenzor, ez adja a redstone jelet, vagy épp nem, ugye most nem adja. Ezért vannak fölkapcsolódva a lámpák, viszont nappal ugye adja a redstone jelet, és akkor kikapcsolnak automatikusan, úgyhogy ez ilyen automata világító rendszer. Majd itt szeretném megcsinálni az egész területet ilyen automatára. Hát tegyük rá, ugye most ez 40 attack damage-e van, viszont hogyha én most rárakom az enchantot, erre csak 5-öt lehet, csak 5-öt. Wrath 6, Sharpness 7, Soulbound 1, Reaper 7, Looting 5. Na nézzük, hogy most mennyi. 68, de jó Isten! Azt a rohadt, hát ez tényleg már bármit
bármit kinyír, iszonyat gyorsan. Meg is nézem a vidört amúgy, hogy milyen gyorsan tudjuk vele megölni. Megint akkor Soul Sand. Megint Skull. És megint a Key kell nekem, a Spectre Key. Na hát átmegyünk megint, hát ez iszonyat király. Jó, megérkeztünk, kulcsot vissza. Azon nyomban, ugye megint akkor csinálunk kettő darab videót. Ennek csak először egy-kettő fejét rakjuk föl. Megint így, így, így. Jó. Egymással szemben. Ja nem, mindkettő háttal van nekem. Na ezzel most kíváncsi leszek azért, a Draconix földdel mekkorákat csapok. Ráadásul ugye mivel egyszerre van a kettő itt, ezért mind a kettő, mind a kettőt ütöm. Ó, ez elég gyors volt. És mi van, hogyha csinálok mondjuk... 1, 2, 3... 4... Mondjuk 4-et. Az igen. Jóisten. Lehet közelükbe se tudok menni, mert majd állandóan nyomják rám a vider cuccot. A fejeket küldjük rám. Az igen. Asztrat, ez nagyon jó volt. Komoly. Na hát akkor miért még csinálunk? Tényleg is úgy is működik, ezt most kipróbálom. Hogyha így rakom. Mert ha így is lehet. Aha, működik. Hát akkor így fogom most végig rakni majd. Mert így akkor közel lesznek egymáshoz, és akkor többet ütök egyszerre. Hát ez még elszállt a másik irányba. Sajnos. Az igen, ez nagyon jó. Hát ez nagyon tetszik. Hát akkor már csak ennyi van nálam. Ez nagyon durva lesz. Hoppá, abból kialakult egy vidör. Az igen, erre nem számítottam. Tényleg, mert itt bármilyen formába kialakul most. Hoppá! De meg egyel több ment. Asztrat! Ez mekkora király volt. Ez remélem nem pusztítottak ebből. 13! Nagyon jó. Ezt a... Hát ez így nagyon tetszik. Mondjuk tényleg, mert hogyha úgy raktam, akkor ugye úgy is kijött a 3. Hopp, arra figyelni kell. Mert még nem gondoltam. Na mindegy. Hát ez így nagyon jó volt. Na hát visszapótoltam a Nether Star-okat, úgy érzem. Komoly. Ez nem volt semmi, ez nagyon tetszett. Ugye van nekem, ja igen, egy adjusztéből beget csináltam, mert csak a knepszekre rá lehet rakni a soulboundot, viszont ha nem az inventoridban van a knepszek, akkor hogyha meghalsz, akkor ugyanúgy elveszted, szóval nem marad az inventoridban. Ugye ez a soulbound, ez arra jó, hogy amit rá, amire ráraktam, az nálam marad, ha meghalok. Viszont az adjusztéből beg, az ugye etetős táska, itt van benne az alma, ugye, és amikor lemegy kettő éjségbár, akkor automatikusan megetett, és erre rá lehet rakni a soulboundot, és ugye mivel a kaja helyén van, ezért plusz inventory helyet nem foglal ugye nálam. Ugye ugyanígy van az Ender Pouch, az amúgy is nálam van, meg a Wrapbook is, meg hát most már ezek is. De hát ez nagyon jó ez a Draconix World, azt a rohadt. Ez Isten király, fú, nagyon jól tetszik. Mennyi, amúgy mennyi ilyen Awakened Draconium maradt?
25. Hát akkor még azzal lehet valamit kezdeni. Így megcsinálom belőle lehet, hogy a Draconic Bow-t. Enchant kétszer effektívebb. Ó! Király. Ezen is kétszer effektívebb. Ez jó, hát ilyet csinálok. Hát, hogy csinálok is akkor már. Mennyi Nether Star-on van? Nether 17. Ó, azt szerintem elég az egészhez. Úgyhogy meg is csináljuk már ezt az íjat. Kell egy bow először. Aztán kell nekünk egy Vivening Core. Utána egy ilyen. És meg is van. Ez megint nagyon hangos volt. Ugye megvan a bow. Rapid Fire. Ugye kell nálam lenni íjnak szerintem, de erre majd Infinite Enchantot úgy is rakok. De... Arró... És ezzel az arróval működik? Aha. Működik. Király. De... Van neki sajátja. Ilyen Ender arró. Majd ilyet csinálunk. Too heavy regular bow. Úgyhogy majd ilyen kell. Sőt, be is írom, hogy milyen arrók vannak. Tinkeresen kívül. Arró. Hát ugye csak a Tinkerst hozzá elő. Tamcraft. Tinker... Vajon Tinkert is kilövi? Na ezt már erre kíváncsi leszek. Mert jó lenne, hogyha a Tinkerset esetleg ki tudnám lőni, mert vannak itt az elég durvák, amik jó nagyot sebeznek. Másfél szív, másfél szív. Kettő a manyulin. Egy, kettő a bedrock, ja bedrock himarró, oké. Okay. Fél szív, egy szív, ami már kettő is fél, de rainfall dance, ja shiny arró, aha. Másfél szív, silver arró, aha, az is jó. Megnézzük, mik vannak még. Fél szív, egy szív, egy szív, fél szív, másfél szív, ez kobalt, ardit is másfél szív. Kettő rainfall alumite, ó, basszus. Kettő steel, na ó! Oké, okay, ilyen kell. Ilyen kell, mert mondjuk elég nehéz. Manyulin az mennyi volt? 3.25, a steel meg 4.6. De lehet, hogy nem is működik vele, szóval most mit nézem. Glass. Öt szív. Az igen. Ja, hogy eltörik, de tutira, hogy eltörik. Unstable induced arrow. Az igen. 11, annak csak 5% hogy eltörik is a steelnek. 18,5 manulin. 20. Na hát akkor lehet, hogy a steel lesz a nyerő, hogyha kilövi persze. Na de, megvan a nyílunk. És akkor megint vegyük egy draconi. Draconic bow. Ja, megint kell nekünk, ugye Vivan core. Megint nincs elég draconic core-unk. És megint csinálunk egy pár darabot. Már lehet, hogy kevés lesz a gyémántom. Úgyhogy már lassan azt is kell készít. Oppá, mármint ez is jó, tehát mindegy, hogy melyiket nézem abból a szempontból. Mi van meg? Semmi nincs meg hozzá. Melyik az ez? A Vivan core. Jó, azt most megkaptuk. Meg kell talán még egy, ugye? Nem. Még négy kell. Megint elfogyott. Micsoda? Dra... Ja, hát itt van még, ki kell égetni. Mondom, mi van? Elfogyott. De csak a kiégetett fogyott el. Lock. Várunk egy kicsit, hogy még gyűlik egy jó pár darab belőle, mert nézd, mi kell nekünk. Ennyi elég. Jó.
Aztán, nem is tudom, mi van meg hozzá, basszus. Semmi. Csak az íj. Awakened Core, az most már megvan. Ehhez mi van meg? Semmi. Withering Core, az itt van. Aztán Wyvern Energy. Egy. Ja igen, most fogyott el a drakóniumom. Viszont már ki is sült, szerencsére jó sok belőle. Három? Azt hiszem csak három kellett hozzá. Vagy meglegyen. Így van, meg is van. És ezt is megcsináltuk, király. Egész jól néz ki. Erre is kell majd Power Enchant, meg ilyenek. Ki is próbálom, hogy tényleg lehet enchantolni vajon. Remélem, hogy lehet. Mindegy, nyomok egy 60-as szintet. Ja, itt van nálam minden. Most nagyon belefügtem megint. Jönnek folyamatosan az ötletek, hogy miket kell megcsinálni. Na. Ja, hogy van rajtam szint. Hát igen, kaphatom egy párat a viderektől. 60, oké. Okay. És akkor jöhet az enchantó. Remélem lehet enchantolni vele. Lehet! Ó, az igen. Az komoly lesz akkor. Power 5. Punch 3, Flimflam 3, Flame 1, Soulbound 1. Na, viszont a Soulboundot megkaptam rá. Oké, akkor leszedjük róla. Most egy pár ilyen enchantot is fogok csinálni. Mert leszedjük az enchantokat. Kell egy üres hely, ahol mivel tudok így kattintani jobb klikkel ugye erre a tankra. Mindjárt megvan a 60-as szintem. Jó, nyomunk megint egyet. Infinity-t is megkaptam, és Power 7. Te jó ég, azt rohadt. Hát ez iszonyat, és megvan az Infinite Enchant. Ezt akartam, hogy ez legyen. 2, 3, 4, 5. És akkor már még egyszer, még egyet utoljára. Miket kapok még meg? Az a baj, hogy csákánnyal meg ásóval nem működik, de akkor ezekkel a izékkel meg működik. Fegyverekkel. Hoppá, túlmentem egy kicsit, nem baj. Pörgessük meg. Ez tetszik, mondjuk legyen ez. Power 5, Flame 1, Infinity Punch 3, Flame 3. Hát megnézzük, mindjárt összehasonlítjuk, hogy mik vannak nálam. Kipakoljuk. De. Kiválasztjuk a legjobbakat. Hát egy Infinity 1 az mindenképp kell. Power 5 nem, mert van Power 7. Flame Soulbound. Flimflam 3, Power 5. Azt nem tudom, mi ez a Flimflam. De akkor legyen inkább a 4-es belőle, hogyha van. Láttam az előbb. Punch 2. Flimflam 4. Legyen Flame. Az nem kell. Punch 3. Így. Na így meg is van a nyertes 5 enchantunk. Lehet, hogy még lehetne jobbat, de most már nem fog több így enchantot így elrontani. Mindjárt meglövök majd valamit, arra kíváncsi leszek, hogy meghol-e. Power 7, Punch 3. Nincs leírás erre, Infinite, igen, hogy nem használ többet. És a Soulbound. Igen, nem veszik el, hogyha meghalok. Na és akkor innentől kezdve viszont... Ó, az igen! Az jó, gyorsan lő. Hol van egy ma... Itt van valami malac. Ja, az lent van, az nem. Akkor keresünk valami magot. Itt, csirke. Jó, de a csirke, hát ez nem számít. Mondjuk a disznó se nagyon.
De hogy megy már össze-vissza a nyíl? Nagyon komoly. Egy lövésből megvan. De valami nagyobb állatka kéne. Na, ott van egy ilyen. Mennyi élete van még? Na. Még egy szív. Három lövés. A zombi az meg volt egyből, ja, mert azon armor volt. Azért. Itt is van valahol egy zombi. Az is egy lövés, az igen. Pedig azon is volt armor elég rendesen. Itt van egy skeleton. Egy lövés. Ez szép. Azt rohadt. Jó durva. Te mekkora... Ja, páncs, igen, hogy ellöki. Az nekünk nem kell. Király. Hát ez nagyon komoly. Igen, mert nem pusztam ki eléggé. És ezért, de hát úgyse fogy már el tőlem. Ez így. Na hát fogunk csinálni durvább íjat ettől, mert ez így sokkal jobb lesz, hogyha van. Na hát, ennyi lett volna, srácok, szerintem most ez a videó. Itt lesz majd ez a Blood Magic-es részem, de majd ezt úgyis fogjátok látni, hogyha veszek fel belőle. Úgyhogy ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot. Ha pedig szeretnétek, hogy legyen még Mac & Magic epizód a csatornán, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!